Tehát jelen pillanatban a jegyzőasszonyon várunk, mert 3 órától volt összehívva a rendkívüli testületi ülés, és kíváncsi vagyok, hogy a jegyzőasszony pontosan mivel fogja indokolni, hogy nincs összerakva a technikarendszer, illetve nincs itt senki, se a polgármester úr, se pedig a testület többi tagja. Elképzelhető, hogy elmarad a? Szerintem igen, igen, elképzelhető. 2 órával ezelőtt jött egy SMS részünkre, amelyben közölték, hogy mindegy, az holnapra lesz összehívva újra a testületülés. Csak az a probléma, hogy a rendkívüli testületülés nem lehet elnapolni. Tehát a jogszabály erre nem ad lehetőséget. Rendkívüli testületülést meg kell tartani, hogyha az nem határozott képes, akkor azt újra össze kell hívni. Tehát ennek ez a formai vonala. Mi természetesen már nem tudunk erre reagálni a sajtónak, hogy most akkor lesz, vagy nem lesz. Annak viszont nagyon örülünk, hogy ennyi sajtó megjelent, és hogy ennyire a érdeklődés középpontjában van. Ha most elmarad az ülés, mikor pótolhatja? Hát holnapi nap folyamán természetesen pótolhatja. Azt lehet tudni, hogy miért marad el, vagy miért oka van technikai? Indok nincs rá. Csak sejteni lehet. Hát mi sejtjük. Igen, sejtjük. Értem, köszönöm szépen.